Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Jelenlévők, ahogy a kútra ránézünk, nevek vannak fölírva, és két dátum. Valamikor majd nekünk is ez lesz majd a sírunkon, nevünk és a dátum. És a két dátum között van egy vonal. És ez a mi életünk, ez az egyszerű kis vonal, amit itt a földi életben élünk. És éppen ezért fontos az, hogy hogyan is élünk, hiszen tudjuk a célunkat, hogy hova tartunk. És visszatérve a Szentmisében olvasott Dániel könyvéből a szentírási részre, hogy az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik az igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Az érteni tudók. Azok, akik megértették az élet igazságait, és tovább is tudták adni őket, olyan szerepet játszanak a világban, mint a csillagok az égen. A csillagok útmutatást adnak az éjszakában, fény gyújtanak a sötétben, és reményt keltenek a messzeségben. Elhunyt tanáraink, nevelőink, pedagógusaink ilyen csillagok voltak számunkra. Együttérzéssel és türelemmel mutattak utat a nehéz időkben, és hitet adtak nekünk, hogy képesek vagyunk jobbak lenni, fejlődni és új dolgokat tanulni. Ők nem csak a szavakkal tanítottak, hanem életükkel és példájukkal is. Tanáraink hite és elkötelezettsége nem marad eredmény nélkül, hiszen minden egyes tanítványban, akik segítettek, ott van egy darabka belőlük. Az általuk elültetett tudás és igazság, az általuk közvetített szeretet és hit tovább él bennük. Minden diák, aki valaha is tanult tőlük, most tovább viszi ezt az ő fényüket. Ez a fény valóban olyan, mint a csillagok ragyogása az égen, örökké tartó és megvilágítja a jövőt. Ma tehát hálás szívvel gondolok rájuk, emlékezünk a kedvességükre, türelmükre, azokra a pillanatokra, amikor hitet és bátorítást kaptunk tőlük. Imádkozzunk értük, hogy az Úr fogadja be őket országába, és adjon nekik örök nyugodalmat, hogy életükben is örök nyugalmat és hitet adtak nekünk. Az ő örökségük, ami szívünkben él tovább, míg az ő lelkük már az örök világosságban, Isten végtelen szeretetében ragyog, miként a csillagok. Nem biztos, hogyha elalszunk, felébredünk. Ha elutazunk, megérkezünk. Ha learatjuk azt, amit vetettünk, hogy megtartjuk azt, amit megszereztünk. Nem biztos, hogy kinyílik a rózsa, hogy a kenyérből mindig lesz egy morzsa, hogy fel is nő minden fa, virág, gyermek, hogy mozdulatlanul állnak a hegyek,
hogy nem lesz soha gazság az igazságból, nem válik gyász, bánat a vigasságból. Kért ma élünk, hogy holnap is szeretjük. Mit ma ígérünk, hogy holnap megtehetjük. Nem biztosít semmi, semmi sem. Mégis építünk, bízunk, remélünk, gyűjtünk, mulatunk, égünk, ígérünk. De arra alig-alig gondolunk, hogy egy biztos, hogy mi is meghalunk. Imádkozzunk közösen, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, nyugodjanak békességben. Az Úr legyen veletek. Áldjon, őrizzen és védelmezzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Pedig helyezzük el a megemlékezés mécseseit.